Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Ha a pogány Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrságban és habuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéletem, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni. Majd így folytatta. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. A mai napon van a Szent Őrangyalok ünnepe. És Jézus evangéliumában, Jézus szavai közül azt halljuk, amikor azt mondja, hogy a kicsinyek angyalai szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Úgy tartotta a régi vallásos hagyomány a zsidók között, hogy vannak angyalok, akik szüntelenül Isten előtt lehetnek. Nem kell külön, néha ritkán, amikor engedélyt kapnak erre, a mennyei trónus elé lépni, hanem szüntelenül ott állhatnak. Ők a legfontosabb angyalok, a leghatalmasabbak. Jézus azt mondja, hogy a kisgyermekek angyalai ők, akik szüntelenül a mennyei atya színe előtt állnak. Jézus számára a gyermek az egyik legfontosabb, leghatalmasabb kincs, és minket is arra tanít, hogy legyünk olyanná, mint a gyermek. Talán azért, mert a gyermek természetes módon kicsiny. Egy kisgyermek még nem gondolja azt, hogy ő nagyon erős, nagyon okos lenne, olyan áhítattal tud a szüleire fölnézni, szinte Istennek kiáró tisztelettel. Ámulattal áll meg a világ titka előtt. Számára minden csodálatos. Egy-egy virág, egy-egy apró bogár, olyasmi, ami előtt perceket, néha negyed órákat, fél órákat el tud tölteni. A gyermek boldog a maga kicsiségében. Egyszer egy fiatal szerzetes került a puszta szélére, és nagyon zavarta, hogy állandóan sáskák repülnek a levesébe. Nem tudta, mit kezdjen ezzel. Elment egy öreghez, megkérdezte, hogy ő mit kezdett a sáskákkal. Az öreg azt mondta, hogy amikor fiatal voltam, és ide kerültem, ha sáska repült a levesembe, kiöntöttem az egészet. Később kivettem a sáskát, megettem a levest. Később eljutottam oda, hogy megettem a levest sáskástól. Most, hogy megöregedtem, ha egy sáska kifelé igyekszik a levesemből, visszaterelem. Mindig vannak ilyen sáskák, amik berepülnek az életünkbe. Az életünk nem hibátlan és nem tökéletes. Nincsenek teljesen hibátlan és tökéletes házasságok. Nincsenek tökéletes munkahelyek. Töretlen emberi életutak. Van, aki azt mondja emiatt, hogy az egész élet rossz. Végig panaszkodja, végig boldogtalankodja az életet, kiönti a levest. Van, aki azt mondja, hogy legalább a magam kicsi körében a sáskákat, a problémákat valahogyan kiszűröm, kiszedegetem, meggyártom erővel a boldogságot. Nem nagyon sikerül. A boldogságot téglánként összerakni nem tudjuk. A hívő ember mer szembenézni az élete sáskáival, ezekkel az újra és újra előjövő sebekkel, problémákkal. Talán tudunk rajtuk mosolyogni is. És tudjuk azt mondani, hogy nem tragédia, hanem minden pontosan úgy sikerült, ahogy elterveztem, ha sok minden félre sikerült. Az életemet nem magamnak kell beteljesítenem. A teljesség valahol készen vár rám. Nekem éppen csak rá kell találnom. Az én eroskadó lépteim hozzá hazatalálnak. Olyan a hívő ember, mint a gyermek, aki tudja, hogy a teljesség valahol rám vár. Nem nekem kell megalkotnom. A gyermek boldog a maga kicsiségében. A Szent Őrangyalok segítsenek minket abban, hogy Isten szeretett gyermekeiként éljünk.